2010. január 1-től számos jogszabályi változás történt. Többek közt a gépjármű tulajdonosokat érintő változásokra hívja fel a figyelmet dr. Kovács Ildikó jegyző. Közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény és az ennek végrehajtására vonatkozó BM rendelet szabályoz egy olyan kiegészítést, egy olyan többlet lehetőséget, ami lehetővé teszi a jármű tulajdonosának, üzembetartójának, hogy kérje, hogy a jármű nyilvántartásba jegyezzék be az ő rövid úton való értesítésére vonatkozó elérhetőséget, tehát ami akár az e-mail címét, akár a mobiltelefon számát, amiben számára egy rövid szöveges üzenet küldésére van lehetőség. Ennek a jogszabályváltozásnak igazán akkor van jelentősége, ha például rossz helyen parkol valaki és az autót el kell szállítani. Ebben az esetben, ha az illető megadta elérhetőségét, vagyis be van jegyezve a gépjármű nyilvántartásba az adata, akkor az ügyintézőnek kötelessége megpróbálni elérni a kocsi tulajdonosát és tájékoztatni a történtekről. Ha az illető megkapta az értesítést és jelzi, hogy 15 percen belül a helyszínre ér, a hatóság munkatársai felfüggesztik az intézkedést. Ebben az esetben csökkentett költséget kell fizetnie a tulajdonosnak. Ezt a jogszabályváltozást azokon a területeken alkalmazhatják, ahol a közterületfelügyelet munkatársai intézkedhetnek a gépjármű elszállításában. Január 1-től az érvényes kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező gépjárművekre is új szabályozás vonatkozik. Amennyiben kiderül, hogy nincs az autón kötelező biztosítás, ideiglenesen kivonják a gépjárművet a forgalomból. Ez eddig úgy történt, hogy egy értesítést kapott a tulajdonos vagy üzembetartó, hogy ezt az intézkedést meg fogják tenni, hogyha nem mutatja be, nem igazolja, hogy a gépjármű felelősségbiztosítás fedezettel rendelkezik. Most viszont nem kell egy ilyen értesítést küldeni, hanem azonnal meg kell tenni a forgalomból történő ideiglenes kivonást. Ez akkor lép hatályba, ha a határozat jogerőre emelkedik. A jogorvoslati eljárásban a tulajdonosnak van lehetősége bemutatni a befizetésről szóló dokumentumot. Adásvétel esetén az eladónak rövidebb idő áll rendelkezésére az adatváltozást bejelenteni. Az eladónak 5 napon belül be kell jelenteni a gépjármű nyilvántartásba, hogy értékesítette a gépjárművét, vagy üzembetartóváltás van. Ez eddig 15 nap volt. És még az is módosul ezzel kapcsolatban, hogy egy jogszabály által meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejű magánokiratba kell ezt megtenni, ami egész széleskörű adatoknak a bejelentését igényli. Erre vonatkozóan van egy ilyen adásviteli szerződés minta az okmányirodában a gépjármű ügyintézőknél, úgyhogy ott célszerű ezt kérni, mert nagyon lényeges, hogy azoknak a tartalmi követelményeknek meg kell felelni, amiket a jogszabály előír. Az adásvételhez szükséges adatok mellett egy nyilatkozatot is tartalmaznia kell a szerződésnek. A feleknek nyilatkozniuk kell, hogy az adatváltozással kapcsolatban megteszik-e szükséges bejelentést, hogy a jármű nyilvántartásba is helyesen szerepeljenek az adatok, valamint hogy ennek elmaradásának jogkövetkezményeit ismerik, és ennek megfelelően kötik a szerződést és járnak el. A vállalkozókra vonatkozó legfontosabb jogszabályváltozás, hogy nem kötelező kiváltaniuk a vállalkozó igazolványt, elég csak bejelenteniük a vállalkozási tevékenység megkezdését. Nem kötelező a vállalkozói igazolvány igénylése, kötelező bejelenteni a vállalkozási tevékenység megkezdését, de nem kell, hogy vállalkozói igazolványt igényeljen. A vállalkozás bejelentéséről egy igazolást tudunk kiadni a szakrendszerből, ami természetesen igazolja azt, hogy ő egyéni vállalkozást folytat. Ha esetleg bármilyen eljáráshoz, pályázatokhoz, vagy bármi oknál fogva szüksége van a vállalkozói igazolványra, természetesen kérheti bármikor a vállalkozása fennállása alatt. Az illetéket ilyenkor meg kell fizetni, a vállalkozói igazolványnál 10 000 forint az illeték. Abban az esetben, ha nem kéri a vállalkozói igazolványt, csak bejelenti a vállalkozás tényét, ez nem illetékköteles. Az okmányirodában csak a vállalkozási tevékenység megkezdését jelenthetik be. Minden egyéb változást elektronikus úton kell bejelenteniük. A vállalkozókra vonatkozó nyomtatványokat a www.nyilvántartó.hu oldalról tölthetik le az érdeklődők. Fontos változás az is, hogy míg december 31-éig egy családban többen is részesülhettek aktív korú ellátásban, január 1-től nyilatkozni kell arról, ki az a családtag, aki jogosult az ellátásra.